A fertőtó magyar oldalon egyedül fertőrákoson közelíthető meg. Sajnos az utóbbi évtizedekben szinte semmiféle beruházás nem történt, ezért mondhatnán túlságosan naturrá vált a környezet. Sokan, a helybéliek, a környékbeliek és a vendégek közül is inkább szívesebben vették igénybe az osztrák településeken a fürdézési lehetőséget és az ottani szolgáltatásokat. Mi egy családi panziót vezetünk Fertőrákoson, és bízunk abban, hogyha minél előbb megépül a fertőtó, akkor nem csak a főszezonban lesznek vendégeink, hanem az elő- és utószezonban is meghosszabbodik ez, mert az ökoturisztikai látogatócentrum az mindig érdekes lehet a vendégeink számára. A fertőtó beruházásával kiemelkedő turista célponttá fog válni mind a strandolni, kirándolni, hajókázni vágyóknak, mind a vízisportok kedvelőinek. Ezzel a falu csak profitálhat, hiszen az ide látogató nem csak a tavat fogja megnézni, hanem a településen is meg fog fordulni, mert gazdasági előnyökkel is jár. A magyar vendégek számára is megtartó ereje lesz, hiszen nem kell a szomszédországba menni ahhoz, hogy strandolni tudjunk kultúrát keretek között. Mint végzett természetvédelmi mérnök, mérnöktanár, fertőrákosi lakos, nem látom okát, miért ne valósulhatna meg a tervezett keretek között a beruházás, hiszen természet hamar regenerálja önmagát, a fejlesztés az eddig használatban lévő terület nagy részén valósul meg. Örülünk a Fertőpart megújulásának. Fertőpart megérdemli, hogy felújításra kerüljön, és minden igényt ki tudjon elégíteni az ide látogató vendégek számára. Sajnos minden építés először rombolással, úgymond pusztítással kezdődik, de csak ezáltal lehet valami újat, maradandót, szépet létrehozni az utókor számára. Mi, mint turisztikai vállalkozók itt a környéken, örülünk a fejlesztésnek, bízunk benne, hogy az idegenforgalom még nagyobb lendületet fog kapni a felújítástól, olyan, mint nyári szezon megszűnik, és egész évben tudjuk fogadni az ide látogató vendégeinket.